Tony Curtis emlékét évek óta Nagybecsben tartják Máté Szalkán. Nem véletlenül, a hollywoodi színészóriás a szatmári városból származik. A szalkai Schwarzházban egy különleges kiállítás tekinthető meg róla, nemrégiben pedig az épületben kialakított kávézót is a színészről nevezték el. Most újabb módon tisztelegnek Tony Curtis előtt a Máté Szalkaiak. A Szatmári Múzeum a Magyar Hollywood Tanáccsal közösen egy különleges, 38 képből álló fotóalbumot állított össze a 2010-ben elhunyt színész magángyűjteményéből. Tony Curtis abban a lakóparkban lakott, Los Angelesben, a mindenkori magyar főkonzul lakott, így az én szomszédom is volt, amikor én voltam a főkonzul 2007 és 12 között, és hát a lakása tele volt fotókkal. Imádta a fotókat, gyűjtötte, nagyon-nagyon szerette, és ezekből a fotókból kaptunk annak idején egy adagot. Ebből származik ez a 38 kép, ami ki is lett rögtön állítva, mint a Tony Curtis Emlékmúzeum első anyaga. Na és adódott rögtön a gondolat, hogy ezeket a képeket egybegyűjtve egy szép exkluzív album formájában adják ki. A kötet különleges verkfotókat tartalmaz, szinte valamennyi fénykép filmforgatásokhoz köthető, amelyeket ebben a formában publikálnak elsőként. Mindegyik képhez néhány mondatos háttér, történet fűződik, mikor készült, milyen körülmények között. Természetesen az adott filmet kell ismerni ahhoz, hogy az ember beleélje magát abba, hogy mi is a háttere az adott fényképnek. De én azt hiszem, hogy aki megnézi, kezébe veszi majd ezt az albumot, az rögtön kap egy teljes áttekintést Tony Curtis művészetéről. A Magyar Hollywood Tanács már szervezi a filmes szakma következő nagy eseményét. Jövő év közepén Máté Szalkán az idén felújított Adolf Cukor Filmszínházban rendezik meg az első nemzetközi Adolf Cukor Filmfesztivált, ahol a szakma hazai és külföldi nagyjai képviseltetik magukat.